Sziasztok, itt vagyok most Pannónia telepen, és szintén egy vonalbejárás, egy ilyen rögtönzött most találtam ki, most reggel, hogy ez közel van, és nem jártam be. Ez a Szentendrei volt papírgyárnak a riparvágányát fogom bejárni, viszont az még távolabb ágazott ki a nyílt vonalból, hát most egy kicsit még így visszafele kell sétálni, és egy pár kilométer hosszú csak, úgyhogy ez gyorsan meg lesz. És most még az idő is ideális, a hóesést is mondtak már, de szerencsére az nem volt, vagy legalábbis nem annyi, hogy nagyon befedje a nyomokat. És nagyon hideg sincsen, meg most még a nap is süt. Úgyhogy sima ügy lesz, és utána onnan azt terveztem, hogy visszasétálok a hévig, és megpróbálom megnézni, megvan-e még a teherpálya udvarnak a nyoma. És közben érkezett egy hév Szentendre felől is. Itt van az út mellett. Érdekes egy szerkentyű, de hogy pontosan mi ez, ez kiírva nincsen. Viszont vaskereke van, de hogyha a nyomtáv jó, akkor akár a sideket is lehetne elmenni. Bár így ránézésre, hát nem tudom, végül is így szó-szó, de szerintem szélesebb a nyomtávja. Mint az 1435 mm. Mindenesetre jól néz ki. És akkor itt látjátok, itt volt a tényleges, vagy legalábbis ez már itt a védőcsonkája lehetett, a tényleges kiágazás egy picivel arrébb volt, de itt látjátok, az ütközőbak még megvan, meg egy pár felszedett betonal, sőt ott még sínszálakat is láttam, ezt is megmutatom mindjárt. De bizony itt volt a védőcsonkája a kiágazásnak, az egy picivel korábban lehetett ott a váltó, és eddig volt egy védőcsonka. És a védőcsonkának van itt még a megmaradt ütközője. Ez pedig itt még mindig a H5-ös vonal Budapest-Szentendre között, 184-es szelvényben vagyunk jelenleg. És hát itt látjátok, ezek a betonaljak voltak az iparvágányban. És itt van még egy ütköző, vagy egy vágányzárosodompó tartó, és itt még megvan egy sínszál. És bizony innen már a védőcsonka volt, és valahol ott a villanyvezeték környékén, vagy ott még a villanyvezetékek előtt volt egy kiágazás, és én tudom, még itt ment párhuzamosan mellette. Valahol itt lehetett a kiágazás, itt lehetett a váltó, arrafele még meg volt a védőcsonka, és itt sokáig párhuzamosan ment a vonal, és majd később fog itt így jobbra elfordulni, és megy a papírgyárig. Hát egyébként a története az annyi, hogy Azt mikor létesült, azt nem tudom pontosan az iparvágány, viszont 1996-ban szűnt meg a teherszállítás rajta, amikor ugye a héven, úgy kollektíven megszüntette a BKV. Ez 1996 őszén volt valamikor. Egészen addig egyébként a papírgyárig volt kiszolgálás, utána szűnt meg, és valamivel velevel utána szedhették fel a vágányt is. És egyébként a papírgyár az úgy tudom még most is megvan, csak már nem olyan ütemben termel. De majd végig sétálom a vonalat, aztán majd kiderül, hogy pontosan milyen nyomokat találunk még. Az egyik Google-is képen még az látszik, hogy az egyik útátjáróban még a sín szálak ott vannak. Ez egy olyan kb. 2-3 km után már ott is vagyok. Aztán majd kiderül, hogy ez még mai napig megvan-e. És itt ágazott el, hogy itt még nem ágazott el, csak itt
Kozasegedvárjában, és itt állok most a töltésen, amit már kicsit benőtt az élagaz, de látok, hogy itt ment végig a vágány, és ráfordult a patak mellé, és ott ment tovább. De itt egy kicsit nehezen lehet haladni, itt ameddig lehet, itt megyek mellette. Nézzétek, viszonylag könnyű a teret, meg itt van egy ösvény már kitaposó, úgyhogy itt tudok menni a töltésen, és itt fog majd elfordulni a vonalton. És itt mellettünk van egyébként egy patak, és azt követjük. És a töltés is így be fog menni mellé, és a patak mentén fog majd szenten végig elhaladni. Na ezt nézzétek. Itt van egy oszlop, tehát ez... Arról nincsenek információ, hogy villamosítva lett volna az iparvágány, de lehet, hogy az volt, mert ez itt egy oszlopcsonk. Viszont ha tényleg villamosítva volt, akkor több is lesz. Egyébként itt vagyok a töltésen, tehát itt, ott megy a vonal, de látjátok arra tovább, és az ott már Pannónia telepasszal, azt mondom, az már Szentendréhez tartozik közigazgatásilag, tehát ott vannak a szélső házak, és itt megy egyenesen tovább a vonal, és majd szintén be fog csatlakozni egy utcába, ami már itt a település szélén van. De itt ezen a dzsumbujon kell tovább menni, de csak egy maximum 1-2 kilométert, vagy talán még annyit se. Viszont van itt egy kiáltút, és ott viszont a háttérben már, a kamerán szerintem nem fog látszani, de ott már látom, hogy mennek az autók, tehát igazából addig kell elmenni, tehát még a közút is közel van, amit keresztezett ez a vonal. Úgyhogy haladok tovább, és akkor keresek további oszlopcsonkokat. Ha villamosítva volt, akkor erről még fogok találni. Hát igen, mivel így tényleg ilyen hirtelen döntés volt, hogy akkor jöjjek ide, így nem néztem meg a fentről.hu-t se. Meg csak idefele menett a héven a Google Maps-et. Tehát, hogy ott van ez, a Street View-on látszik egy átjáró, ahol átment, és ott még megvannak a sinek, de az egy 2011-es kép volt. Viszont a fentőre pontot érdemes lett volna megnézni, csak hát mondom, hogy ilyen hirtelen döntés volt, hogy akkor ide jövök, ezért nem készültem rá föl. Úgyhogy, de kiderül, hogyha villamosítva volt, akkor lesznek itt még oszlopcsonkok. És ezt nézzétek, még egy oszlopcsonk. Ez szerintem tényleg villamosítva volt. Akkor szerint, hogy az oszlopokat elbontották, de a csonkokat nem. Nem lett volna. Ugye, hát meg lehetett volna oldani, csak szerintem túlságosan körülményes lett volna, és annyit nem ér. És végül is igazuk is van, úgy voltak, hogy ez a beton darab itt, ez enni nem kérd, és itt nem zavar senkit. És még azt is el tudom képzelni, hogy a felső vezetéket oszlopostól hamarabb elbontották, mint ahogy a vágányt felszedték volna. Más például a kavicsbányai elágazás sömed után is így járt, meg a Kerepesi úton is, ott a vágány még megvan, de a felső vezetéket azt leszették. Mindkét helyen. Tehát valószínűleg azzal kezdik, hogy ha már nincs rá szükség, akkor leveszik. Na ezt nézzétek. Itt valahogy a töltés is át lett vágva. Viszont jó nyomon vagyok, mert itt ment. Meg amúgy is, hogy itt lehet haladni. Ezt nézzétek, itt van még egy oszlopcsonk. És egyébként innen jöttünk erről. Ott még a távolban látszik a hív. És errefele megy tovább a töltés. Hát ugye a következő fáig nagyjából lehet követni. És mellettünk pedig a patakbál. Úgy látom, hogy ki van száradva. Úgyhogy végső B-terv az lehet az, hogy elmegyek a patakmedertbe és ott követem. Még egy oszlopcsonk. Ha más nem, akkor ez biztosan jelzi, hogy jó helyen járok. És innen már sokkal jobb a terep, viszont itt egyébként a töltésen vagyok még mindig. Ott van a patak. Egyébként itt egy intelsfál, ami mögött elment, az egykori
vasút, és ott már a település széle, és már közel a közút is. Hát innen simán lehet haladni. Itt vagyunk az Interspár mögött. És itt viszonylag jó a terep, tök egyenesen lehet haladni, és nincsen gaz se. És ismét volt egy oszlopcsonk is. És itt pedig van egy pózna, de hát ezt később fúzták ide ki. Aha, és ez viszont valami optikai, ha jól látom. Aha, és innen vezették tovább. De innen már föld alatt. A kérdésed. Kötődoboz, ezt ilyetén optikai látom, tehát ez valami internetvezeték lehet. Itt meg egy szemételep. Sütőolaj. Meg amit még itt el lehet képzelni. PET-palackok, sörös üvegek. Azt a mindenit. Hát itt aztán minden van. De legalább csináltak utat nádasból. És innen jön már a kellemesebb szakasz. Itt volt egy egykori feljáró a töltésre, és egyébként itt. Tehát itt ment végig a vágány. Itt egész jól lehet követni itt a házak vonalába. És keresztezte az utat. És ott lehet, hogy még megtalálom a sínmaradványt. Ezt nézzétek, itt ment valahol a vágány, csak itt már beépült a környék, itt van az autómosó. És bizony, ez amit a Google-n láttam ide felemelet, ez még megvan. Itt vannak a sinek. És itt volt szemben a papírgyárnak a bejárata. A vágánykapu is megvan, és ott szemben. De már a gyár területén belül sincsenek sinek. Itt ennyi maradt meg belőle. Hát akkor lassan visszasétálok fonnulni a telepre, úgy néztem, hogy az a megálló van közelebb. Mert itt más nem találtam. Megnéztem itt a túloldalt is, hát ha még van már vágány maradvány van, de nincsen, csak az úton hagyták meg. De még Szentendrén megnézem a régi teherpályaudvar épületét, hogyha még megvan. Ez egy 2 évvel ezelőtti szítjúképen még megtaláltam, úgyhogy nem értem, most is meg lett, és akkor azt még megmutatom. Hát ha nem, akkor ez ennyi lett volna. Akkor köszönöm, hogy ezt is megnéztétek, majd legközelebb találkozunk. Sziasztok! És ezt nézzétek, itt van, megtaláltam, ez a Szentendre teher pályaudvarnak a felvételi épülete volt valamikor. Hát most ennyi van, itt voltak egyébként előtte a tehervágányok, ugye onnan vezetett ki, itt volt a teherpályaudvar. Ez valamikor 1996 után szűnt meg. Ahogy a teherforgalom is a évvel együtt. Egyébként a BKV-nak hirtelen döntése volt, ami azóta sem volt megindokolva, hogy miért, mert nem azért, mert ne lett volna mit szállítani, sőt, még 1996-ban is nyereséges volt a teherszállítás, de ennek ellenére megszüntették. Hát, tudom az utcafronti részét mennyire lehet nézni, szerintem sem ennyire. Aha. Hát, gaz. Gaz mindenhol. Másik oldal családci sokkal tudomak fogom nektek mutatni. Ennyi végül, és a közművekben vannak költve, még az is lehet, hogy legalábbis egy része lakott. Ezt nézzétek. Itt van maga az épület teljes valójában, és igen, egyik része biztosan lakott, mert van kutya.